A jövő hét végén rajtolnak a labdarúgó utánpótlás bajnokságok, így az azokban érdekelt csapatok már a felkészülés hajrájában járnak. A Bozsik Akadémián július közepén először a nagypályás 12 és 19 év közötti fiatalok kezdték el a munkát, majd a 11-12 évesek, aztán pedig a kisebbek is bekapcsolódtak a felkészülésbe. Az örökösföldi pályán közel 30 szakember irányításával az életkoruknak megfelelő képzést kapják a fiatal futballisták. A gyerekeknél, ami nagyon fontos, nagyon lényeges alapelvek az, hogy minél több labdaérintés legyen, minél több nyomásos helyzetet és játékhelyzet megoldást csináljanak, és próbáljanak minél többet a játékból kihozni. Labdakontroll, kétlábasság, ezek az alapdolgok, amiket ott csinálni kell. A 12-15 éveseknél, ami nagyon fontos az, hogy a nagypályára való átmenetet biztosítsuk. Ez itt a posztokat, csapatrészeket kell már kialakítani, a 16-19-ig pedig már a teljesítésnek az időszaka következik, ahol ifi korban már egyre markánsabban megjelenik az, hogy most ki melyik poszton lehet jó, és itt már a kondicionális képzés is előtérbe kerül, valamint taktikailag kell már olyan szintre felhozni a játékosokat, hogy az U19, amikor közös edzéseket végez keddenként a felnőtt csapattal, akkor ne lógjanak ki a srácok, és ne okozzanak csalódást. A Nyíregyháza Spartacus az elmúlt szezonban több akadémistával kötött szerződést, és a klub vezetői a jövőben is számítanak a legtehetségesebb fiatalokra. Ők azt szeretnék, és teljes joggal, hogy minél több érett játékost adjunk föl. Ennek két oldala van. Az egyik az, hogy az a 13-14 éves fiú, aki nagypályára fölkerül, és látszik, hogy igazi tehetség, az itt maradjon Nyíregyházán, ne menjen el. Ezt nem mindig sikerül mostanában megoldani. A másik dolog pedig az, hogy amikor ifi korig eljut, akkor mi képezzük ki úgy őket, hogy amikor belép a felnőtt csapat öltözőjébe, és amikor föllép az első csapattal az edzőpályára, akkor folyamatosan azonnal be tudjon illeszkedni, illetve tudják használni az edzők ezeket a játékosokat. A 2019-2020-as szezonban az U14-es és az U15-ös csapat szerepel a kiemelt országos bajnokságban. A két együttes a jövő hét végén a Ferencváros vendégeként kezdi a bajnokságot. Az elmúlt idényben 6 nemzetközi tornán vettek részt az akadémia csapatai. Ezt a gyakorlatot szeretnék folytatni, ezen a héten a 15 és 17 évesek Ungváron a havasi emléktornán képviselik a magyar színeket.